Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Ülésezett a gazdasági bizottság Szekszárdon, a gáz beszerzési áráról tárgyaltak a tagok. Kábítószer egyeztető fórum, Dombóváron a kortársoktatók vették át tanúsítványaikat. Szakmaszerzés érettségi után 8 iskolában 16 ágazatban kínál lehetőségeket a Tolna vármegyei szakképzési centrum. Alkalmazottak loptak a boltból, az adóhatóság rendszerét is átverte a 4 egykori munkavállaló. Fix áron juthatnak idén szeptemberi gázhoz a szekszárdi önkormányzat tulajdonában lévő épületek, legalábbis ha a közgyűlés elfogadja a Helyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság csütörtöki döntését. Az intézkedés 21 létesítményt érinthet majd. Rendkívüli ülést tartott a Szekszárdi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, ugyanis a napokban megjelent energetikai kormányrendelet lehetővé teszi az önkormányzatoknak, egyházaknak és költségvetési szerveknek az általuk fizetett gázár fixálását. A lehetőség nagy segítséget jelenthet a Tolnai Vármegye székhelynek is, hiszen az utóbbi hónapokban a település nem tudott hosszú távú, garantált összegű szerződést kötni a szolgáltatókkal. Mivel a tavaly olyan mozgások voltak a gázárban, hogy semmelyik kereskedő nem mert fix árat vállalni, ezért az a gyakorlat került elfogadásra, hogy utólag az index, tehát a tőzsdei árnak a változásával együtt utólag kerül kiszámlázásra az összeg a tőzsdei áraknak a figyelembevételével. Ez a kormányzati döntés lehetőséget teremtett arra, hogy most március 1-ével fix áron tudjuk vásárolni a gázt, egy január 30-ai tőzsdei árnak az alapján. Mindez hordoz magában kockázatot, hiszen ha az árak csökkennek, a fix díj akkor sem változik. Ellentétes esetben azonban plusz bevételt jelenthet a költségvetésben. Az ajánlat egyébként már szinte a fűtési szezon végére vonatkozik, a március 1-től szeptember 30-áig tartó időszakra, illetve a jelenlegi egységárak egyébként az orosz-ukrán háború kitörése előtti szinten vannak. Különböző döntések születtek abban a tekintetben is, hogy az önkormányzati intézményei kevesebb gázt használjanak, tehát a tavalyi számok sem mértékadóak, hogy milyen megtakarítás, illetve milyen kockázatot rejt ez a döntés, mert nem látjuk még. Tehát ez egy rendkívüli év volt, rendkívüli árakkal és rendkívüli döntésekkel, tehát nem igazán tudjuk azt még előre modellezni, hogy mi fog történni. Egy biztos, hogy eddig jelentős csökkenést ért el a gázfogyasztás tekintetében az önkormányzat, amennyiben a közgyűlés elfogadja a bizottság döntését, az intézkedés 21 létesítményt érint majd a Tolnai Vármegye székhelyen. Szerda után szombaton is folytatódik a nagyvadállomány ritkítás a Szekszárd külterületi részein. A szakemberek akkor a Kálváriadomb, Hosszúvölgy és Rövidvölgy tető, a Szücsényszordik, Botyánhegy, Bagóvölgy térségében vadásznak majd napközben, hogy visszaszorítsák az állatok által okozott mezőgazdasági károkat. A polgármesteri hivatal munkatársai türelmet és megértést kérnek azoktól, akik az érintett területek közelében tartózkodnak majd. Autó elé ugró dámszarvas miatt történt baleset Alsónánán. A tengelici sofőrnek idejesen volt fékezni. A nagy testű állat az út jobb oldaláról ugrott neki a szabályosan haladó kocsinak. A vezető megpróbálta elkerülni az ütközést, de nem sikerült neki. Az eset nem okozott személyi sérülést, a szarvas viszont elpusztult. A 30 év alatti anyáknak járó SZIA kedvezményt igényelni kell, ugyanúgy, mint a családi adókedvezménynél. Az adóelőleg nyilatkozatban nyilatkozni kell, hogy van gyermek, vagy legalább 12. heti várandóság áll fenn, és ez alapján igényli az SZIA mentességet valaki. Ezt a kormány szóvivő jelentette be egy videóban. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a gyermeke 2023. január 1-e után fogant meg, vagy fogadtak örökbe. A 30 év alatti anyák esetében a jövedelmet folyósítónak rendelkeznie kell azzal az információval is, hogy a nőnek gyermeke van, vagy várandós. Tehát ugyanúgy, mint a családi adókedvezménynél, az adó előleg nyilatkozatban nyilatkozni kell, hogy van gyermek, vagy legalább 12. heti várandóság áll fönn, és ez alapján igényli az SZIA mentességet valaki. Idei első ülését tartotta a Dombovári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A 2023 évi munkaterv meghatározása során szó esett a kortárs oktatók további képzéséről, a KEF bővítéséről a vidéki iskolák irányába, a pályázati források kiaknázásáról, valamint nem utolsó sorban a drogprevenciós előadások megszervezéséről. Miklós Janka.
Dombovár legújabb kortárs oktatói vehették át tanúsítványaikat a legutóbb megtartott kábítószerügyi egyeztető fórum alkalmával a közös önkormányzati hivatal újvári termében. A fórumot német Tíme elnök nyitotta meg, aki ismertette a napirendi pontokat, melyek között szerepelt a 2023-as év munkatervének meghatározása is. A drogprevenciós kortársoktatás fontos helyen szerepel a szervezeti munkában, ismertette Gábor Zoltán, rendőralázredes, a KEF társelnöke. Az ő tudását is, illetve az ő tudásukat is folyamatosan hallérozunk, szinten tartjuk, mindig az aktuális problémákkal, idén például az ELF-bárral kapcsolatos tudásanyagokat fejlesztettük. Azt gondolom, hogy ha dinamikusan változik ez a fajta igény, mint ahogy változik, és dinamikusan változik a tananyag is, akkor hatatosan tudjuk felvenni a versenyt azzal, ami mindannyiunk ellenség, a kábítószer, illetve azokkal a függőségekkel, amik a gyerekek számára fontosak. A programban résztvevő diákok részéről nyitottságra és a tanfolyam iránti érdeklődésre van szükség. A fiatalok csoportos formában sajátítják el a kortárs segítői tevékenységhez szükséges kommunikációs, önismereti és szakmai ismereti alapokat, emellett a problémák hatékony kezelésével is foglalkoznak a képzés során, melyet nagyon hasznosnak találtak az oktatáson résztvevő diákok. Azért tartottam ezt fontosnak, mert jobban tudok beszélni így az emberekkel, és mindenféle érzet nélkül jobban tudok velük kommunikálni. És ez 10 óra volt. Az MMS Eszterházi Technikumából 8-an vehették át a kortárs oktatói tanúsítványt Dombováron. Diákoknak tartottak pályaorientációs előadást a rendőrség munkatársai Tamásiban. A gimnazistákat a Tolna vármegyei főkapitányság bűnügyi, technikai és helyszínelő alosztályának vezetője tájékoztatta a rendőri szakmáról, valamint a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról. Ízelítőt kaptak a tanulók a munka sokszínűségéről, körbejárták a rendőrségi épületeket, megnézték a rabosító helységet, az előállítót, valamint a helyszínelő autó felszereltségét is láthatták. Hiába próbáltak, sokan mégsem tudtak csütörtök reggel kártyával fizetni az egész országban, így Tolna vármegyében sem. A legnagyobb hazai bank ugyanis előre tervezett munkálatokat végzett a rendszerén, még éjszaka, ami hajnal 5 óráig tartott volna. Azonban a szakemberek kicsúsztak a határidőből. Volt, ahol megoldást hozott a terminál újraindítása, de nem minden üzletnél. A fizetési rendszer délelőtt állt csak teljesen helyre. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai jövő héten az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Vizsgálatokra elsősorban Szekszárdon, Dombováron, Bonyhádon, Decsen, valamint Őcsényben kell számítani. Közeleg az érettségi vizsgákra, felsőoktatási felvételikre való jelentkezés határideje. A Tolna vármegyei szakképzési centrum idén 8 iskola 16 ágazatában kínál lehetőségeket a fiataloknak. Február 15-ig jelentkezhetnek a most végzős tanulók az érettségi vizsgákra, illetve a felsőoktatási intézményekbe is eddig a határidőig adhatják be a pályázatukat. Emellett a Tolna vármegyei szakképzési centrum több mint 40 féle lehetőséget kínál azoknak a fiataloknak, akik a szakképzésben képzelik el a jövőjüket. Egyrészt a szakképzőiskolai képzéseinket, másrészt a technikumi képzéseiket tudjuk nekik ajánlani nagy szeretettel. Ami közös ezekben a képzésekben, hogy nappali rendszerben tudják tanulni a diákok 2 év időszak alatt, és ezek a képzések teljesen díjmentesek, hiszen ma Magyarországon 2 szakma és 1 szakképesítés mindenki számára ingyenes. A centrum idén 8 iskola 16 ágazatában kínál lehetőséget a fiataloknak. Előnyt jelent, hogy a diákok ösztöndíjat is kaphatnak. Majd mikor a duális szakaszba lépnek, akkor ez szakképzési munkabér fogja fölváltani. Hogyha sikeres szakmai vizsgát tesznek, akkor pályakezdési támogatásban is részesülhetnek, ennek az összege pedig akár 300 000 forint is lehet a mai áron számolva. Azt gondolom, hogy korrekt az ajánlatunk, annál is inkább korrekt, hiszen ezek a szakmák, amiket választhatnak nálunk, ezek mind a régióban keresett szakmák, a munkaerőpiac igényli ezeket a szakmákat, tehát van lehetőségük elhelyezkedni. A főigazgató hozzátette, hogy azok, akik technikumi minősítést szereznek, ők a felsőoktatásban is előnyben részesülnek, hiszen ezért plusz felvételi pontokat kapnak.
Tolna vármegyében ugyanúgy, mint az ország nagy részén napról napra nő az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A múlt héten idehaza csak nem 24 ezeren keresték fel ezek miatt a szakembereket, és diagnosztizálták náluk a vírust. A betegek 35%-a gyerek, 31,1%-a 15-34 éves felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozó betegek 23,1%-a, 10,8%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Bolti eladók lopták meg a saját munkáltatójukat. A módszerük az volt, hogy egyes termékeket egyszerűen nem ütöttek be a pénztárgépbe. Viszont mivel az eszköz össze volt a NAV online számlarendszerével kötve, így az elkövetők még az úgynevezett informatikai rendszer megsértése bűncselekményt is elkövették. Egy kakasdi élelmiszerboltban fogott össze a 4 alkalmazott. Amikor valamelyikőjük az üzletben vásárolt, akkor az éppen a kasszát kezelő kollégája nem ütötte be egyes termékek árát, több hónapon keresztül loptak így, főként élelmiszert. Végül egy stand során bukott ki a hiány, majd ezt követően nézték vissza a vezetők a kamerák felvételeit. A 4 alkalmazott most állt bíró elé, aki mindannyiukat bűnösnek találta. A vádlottakkal szemben különböző büntetéseket szabott ki. Az első és másodrendű vádlottat egy-egy év börtönbüntetése ítélte, melynek végrehajtását 2-2 év próbaidőre felfüggesztette, és emellett még kiszabott velük szemben magasabb összegű pénzbüntetést is. A harmad-negyedrendű vádlottakat szintén csak pénzbüntetésre ítélte a bíróság. A lopás mellett azért vádolták meg az elkövetőket információs rendszer megsértésének büntettével is, mert a boltok pénztárgépei folyamatos online kapcsolatban állnak az adóhatóság rendszerével. Az ügyész szerint emiatt az eladók a NAV rendszerét is távolról manipulálták. Az ítélet jogerőre emelkedett, mert azt minden érintett fél tudomásul vette. Regionális híreink következnek. Megvan minden engedély, hamarosan beüzemelhető lesz a kihasználatlan pécsi napelempark. Mozgalmas volt a múlt év az országos horvát önkormányzatnál, eredményekről, tervekről beszélt Gugán Iván elnök. Jó évet zártak a vízi polgárőrök, az egész Balatonon járőröznek. Sikerült az összes hatósági engedélyezési eljárásban eldönteni mindent, jelentette ki Pécs gazdasági alpolgármestere. Ruzsa Csaba a Füzesdűlőben kialakított naperőmű kapcsán mondta ezt. A létesítmény már évek óta kihasználatlanul áll, még az előző városvezetés idején építették ki a rendszert, azóta viszont nem üzemelték be. Még az előző városvezetés idejére tehető azoknak a napelemparkoknak a megépítése, amelyek hiába készültek el, egyelőre hasznavehetetlenül állnak a Füzesdűlőben. A baloldali önkormányzat mindeddig nem gondoskodott azok elindításáról. Még 2019. júniusában bonyolítottak le egy közbeszerzést, amely szerint 3 egyenként 0,5 megawatt teljesítményű napelempark jött létre a területen. Ennek költségét az állam eredetileg 60%-ban támogatta volna, végül azonban a kormány 100%-os támogatásban részesítette a 750 milliós beruházást 2020-ban. Eddig viszont nem üzemelték be a napelemeket. Sikerült a napelempark kapcsán az összes hatósági engedélyezési eljárásban eldöntetni minden. Ugye az eredeti tervek szerint, ugye az nagyon fontos volt, hogy a kereskedelmi célra kell kivinnünk magát a napelemparkot, amit a pénzügyminisztérium mint gyakorlatilag egyetlen lehetőségként elfogad, akkor a másik oldalon az önerőként megjelenő uniós forrást ne vesszük el. Erre a PM hozzájárult, és így 3 év alatt, vagy 2,5 év alatt kitermeljük az önerőt a napenergián keresztül, de az uniós projekteket máshol felhasználhatjuk. Tehát így gyakorlatilag tavaszra, nyár elejére működni tud a napelempark. A felhasználást illetően több javaslat is felmerült már korábban is. Többek között a Tettye forrásházat, a jégpályát, a sportcsarnokot közvetlenül rá lehetne kötni a parkra, bár ebben az esetben hálózatfejlesztésre lenne szükség. Ezen kívül a Tükebusz ZRT jelenlegi és még érkező elektromos buszainak töltését is meg lehetne oldani a létesítményekkel, ez azonban szintén töltőállomás kiépítését hozná magával. Mozgalmas évet zárt az országos horvát önkormányzat, komoly kihívásokat jelentett a parlamenti választás és a népszámlálás, valamint az energiaáremelkedés. Az idei évben, melynek első napján a Schengeni övezet teljes jogú tagjává vált Horvátország, több infrastrukturális projekt befejezését is tervezi a szövetség. Ezek közül Baranyát a Collegium Croatium pécsi telephelyének tervezett átadása érinti közvetlenül.
2022-ben két a magyarországi horvátság életét és jövőjét nagyban befolyásoló esemény is volt. Az egyik az országgyűlési választás, a másik pedig a népszámlálás. Előző eredményeként ismét sikerült legitimitást adni a horvát parlamenti szószólónak, a népszámlálás adatainak feldolgozása után pedig akár új kisebbségi önkormányzatok is létrejöhetnek. Az évvége tartogatott pozitív és negatív meglepetéseket is. Energiaárak elszállása miatt, hogy úgy mondjam, ez komoly kihívást jelentett az intézményeink számára, de az évet sikerült lezárnunk. Nagy kérdés, hogy hogyan folytatódik ebben az évben, hiszen azért a most lassan már valódi tér lesz, és ezt valahogy meg kell oldanunk. Az év vége ugyanakkor meg azért szép is volt, hiszen azt gondolom, hogy a horvát közösség tagja, és ott ültek a képernyők el, és szurkoltak a horvát labdarúgó válogatottnak. A 2023-as év egy történelmi eseménnyel indult, ugyanis Horvátország január 1-én 20. országként csatlakozott az euróövezethez, valamint a schengeni övezet teljes jogú tagjává vált. Ezt nagyon sokat számíthat szerintem a környező, a határment élő településeknek, akár gazdaságilag is. Azon kívül van néhány projektünk, amit szeretnénk az idén befejezni, nagy projektek. Ez a Collegium Croaticum, a horvát szakkollégium, amelyik 2022-ben elkezdte működését Budapesten. Itt a pécsi telephely az most szeptemberben indulna, hogyha a terveink megvalósulnak. Az épületet kell még befejezni, és azt gondolom, ez nyáron sikerül is. A módszertani központon kívül a gradiscei horvátok gimnáziumi oktatása is elindulhat, valamint a budapesti székhely felújítása is folyamatban van. Az idei év a tervek szerint bővelkedik majd országos és helyi programokban, melyek leginkább a gyerekekre és a fiatalokra fókuszálnak. Jó évet zártak a balatoni vízi polgárőrök, számos esetben tudták segíteni a rendőrök munkáját, emellett határvédelmi feladatot is kaptak. Sokat fejlesztettek is az elmúlt évben, újabb hajóval gazdagodtak, így Keszthelytől Balatonkeneség a teljes vízfelületen jelen tudnak lenni. Számos területen bizonyíthattak 2022-ben is a Balatoni Vízipolgárőr Egyesület tagjai. A határvédelmi feladatok ellátása mellett a nyári szezonban is sok feladatuk volt a Balaton környékén. A jelenleg 63 fős egyesület közösen dolgozik a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal. Hát abban, hogy nagyon sokat vannak ők is a vízen, tehát ők önállóan is járnak ki hajóval, járőrszolgáltat látnak el, és hát több szem többet lát alapon, hogy így tudnak nekünk segíteni, hogyha valami olyat észlelnek, ami esetleg rendőrségi hatáskör, akkor rögtön értesítenek bennünket. Sokat fejlesztettek az elmúlt évben, újabb hajóval gazdagodtak, így Keszthelytől Balatonkeneséig a teljes vízterületen jelen tudnak lenni. Egy fejlesztésnek az időszaka volt. Hánsnak sikerült egy újabb hajót beszerezzünk, és most már Keszthelytől Balatonkeneséig, a Balaton teljes vízfelületén jelen vagyunk, mint közfeladat ellátó szervezet, vízipolgárőrségként. Vannak még terveink a jövő évre vonatkozóan is, de ha így valósulnak, mint amit a tavalyi évben, akkor nagyon-nagyon örömmel fog eltölteni, és nagyon-nagyon boldog leszek. A vízirendőrökkel való közös munka pedig előrébb viszi mindkét szervet, mondta Kerekes Péter. Mi, amikor tudunk vízipolgárőrt adni, akkor például a vízirendőröknél el tudnak menni szabadnapra a kollégák. És nálunk is így van, mert az állományom nagy többsége aktív dolgozó, és nem mindenki ér rá, és akkor közös szolgálatokkal így meg tudtuk oldani a Balaton lefedettségét. A polgárőrségnek az egész országban nagy szerepe van. A Balaton környékén a turisztikai szezonban van kiemelt dolguk. A Polgárőr Szövetség szerint a vendégek nagyobb biztonságban érzik magukat az egyenruhások jelenléte miatt. Nagy kihívás jelentett, hogy ezeket a jó eredményeket tudjuk megőrizni. Elérni eredményeket aránylag egyszerű, megőrizni már sokkal nehezebb is egy komolyabb feladat. Ezt folyamatos képzésekkel értük el, és folyamatos támogatásokkal. Nagyon sokat fejlődött a Vízipolgárőr Egyesület, akik Zalában is tevékenykednek, ez három megyét ölelnek át az ő tevékenységükkel. Óriási változás történt az ő tevékenységükben. Három megyével kötöttünk együttműködési megállapodást velük, és a Balaton egész vízterületén tudnak már dolgozni.
A Balatonberényben tartott évértékelőn elhangzott, a jövőben is az önkormányzatok támogatásával tudnak további fejlesztéseket megvalósítani. Idén egy újabb hajót szeretnének beszerezni, valamint az együttműködéseket tovább erősíteni. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Ülésezett a Gazdasági Bizottság Szekszárdon, a gáz beszerzési áráról tárgyaltak a tagok. Kábítószer egyeztető fórum Dombóváron a kortársoktatók vették át tanúsítványaikat. Szakmaszerzés érettségi után 8 iskolában 16 ágazatban kínál lehetőségeket a Tolna vármegyei szakképzési centrum. Alkalmazottak loptak a boltból, az adóhatóság rendszerét is átverte a 4 egykori munkavállaló. Pénteken mérsékelt szél fúj majd, borongós, szürke idő lesz, jelentős csapadék nem hullik, de elvétve főként a déli országrészben előfordulhat hószálingózás, gyenge havas eső. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!